Na mi a helyzet, gyerekek? Hajnali 4 óra van. Oh. Oh, sötét van kint, nem lehet látni semmit. Na, menjek James-et vijem ki a repülőtérre. Menjen Pennsylvaniába. Családját meglátogatni. Helyzet. Nagyon laza idő van. Na, azt se tudom, hogy fogjam a cuccokot, kamera, telefon. Aki jel. Aki ja. Úgy aluszol, észre se veszed, hogy jövök. Na. Viszek egy pócsisakot Jamesnek. Arra szép csillagos az ég, nézzétek meg. Na jó. Akkor menjünk, hogy haladjunk. So where are you going, James? Pennsylvania. Why? Why not? We're going backpacking on the Appalachian Trail. I'm going to attempt 30 to 40 miles with my little brother. All right. See how it goes. Where are we at, man? Punta Gorda. Punta Gorda Airport. Allegiant. How do you say it? Allegiant. 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 Go check on my gear. Get on the plane. All right, James. Thank you for the awesome motorcycle ride. Have a nice trip. How's my hair? Messed up. All right. All right, James. Take care. See you next week. No problem. You too. Bye, you too. No. Ledobtam James-et. Ennyi az idő. 6 óra 11 perc. Menjen Pennsylvaniába. Családját látogassa meg. És mennek a testvérivel. Van egy fiú testvére. Hát azt hiszem több testvére is van, de mennek az öccsivel, John Joshua. Egyet a hegyekbe kirándulni, hegyet mászni. Appalachian. Egy nagy hegyvonulat. Na, és utána jönnek vissza. Ne, egy kicsi nyuszi kiszökött a bokorból. És utána jön vissza az anyukájával. Jövő héten. És utána segít nekem tornácot építeni. Kicsit a seggel feltörött az ülésen. A hátsülés nem nagyon kényelmes. Az első is olyan ne. De hátul ez egy kicsit lapos. Na, Punta Gorda Airport. Itt van a 161-es exiten. A 75-ös Interstate Highway-ről. Hát mennyi, egy olyan óra, egy kicsivel több, mint egy óra alatt jöttünk. 5 óra körül indultunk át. Három, negyed, öt, kó. Korán van, gyerekek! Na. Melyek is indulok visszafelé. Ó, James adott valami gyümölcsöt. Abból falok egyet, mielőtt indulok. Cseresznyes szőlő. Reggel nem ettem semmit, hogy egy élizi.
4 órakorát, nem is vagyok ilyen koréjás, nem is eszem most meg majd otthon megiszem. Ó, és adott még egy dinyecskét. No, menet bemegyek a Home Depotba, vissza kell vigyek egy pár dolgot. Csavarok, hogy ezt, amit nem használtam se. Ja, jó, a Home Depotba mindent visszavihetsz. Nem is kell nyugtád legyen, odaadod. Ha nincs nyugtád, akkor kreditet adnak, adnak egy kártyacskát, ráírják. Mennyi se le tud vásárolni. No, kezd vírnyadni. Kicsit ködös volt erre felé jövet. 2 órát itt lehet ingyen parkírozni. Na, jó van. El is mentem akkor. Na, megálltam a Home Depotba is. Pár dolgot visszavittem. És... nap és fél jött közbe. Szépen kitisztult. Hűvös volt egy kicsit a motorom reggelibe. Jó. Na, milyen csúfkék motorozna. Ó, Victory! Győzelem! Polaris Motorcycles. Bazi nagy V2-es. Nagy budi. Jó lenne egy nagyobb motor, mikor így hosszúba megyek, s 2 személlyel. Nem ment. Mennyivel mentünk James-el, úgy 65 mérfőddel, úgy 100-100 tiszt. Az elmenyém. De azért már nincs olyan ereje 2 személlyel. Meg utánfutó, meg minden. No. Meg kell állják a Walmartba hazafelé még. Vegyek egy kicsi zöldséget. Neki kell állják, ősz szeptembertől állok már ki zöldséget termeszteni, gyerekek. Nyáron itt nem lehet, mert túl meleg van. De jó, valahogy szeptemberig elég kell készítsek, hogy néha a nyágyást kidolgozzak egy tervet, hogy termelek zöldséget, ne kelljen arra is pénzt küldeni. Legalább salátát, meg spenót, ilyen olyan zöldeket. Kis uborka paradicsom, mondjuk azt most is ugye termett uborka kis paradicsom, de kicsit kontrolláltabb, rendezettebb módon, módszerekkel. Meglássuk majd, hogy... nyakom alá közben egy motoron, így hosszabb utakon. Nem tudom, az ülés pozíciója, vagy a fejedet kicsit felfelé tartod. Jó. Home Depot nagyon busy reggeliben van. Már itt szombat van. De reggel 6-kor nyit. Ah. 7.43. Na. 8, majdnem 9 lesz, mire hazaérek. Megint már olyan meleg lesz, hogy... oh. Ja, 9-től túl meleg van, 2-ig, 3-ig, 4-ig. Utána este felé már jönnek a legyek, és a szúnyogok, és nehéz dolgozni. Na jó,
menjek, mert dolog van.